Én Alcatraz vagyok, és amit a videó címében láthatjátok, ez egy, hát egy ilyen, hogy is mondjam, egy történet videó lesz, elmeséljük nektek, hogy mi is volt igazából a CRPG igazi története, és hogy hogyan vertek át egy régió barátomat, aki most itt van, és ezt hárman fogjuk szépen kivesézni. Itt van velem Dominik Baranyi is, és itt van velem az eset, akiben megtörtént az eset, Hector Elgado. Sziasztok! Hello! Szóval, üdvözlök akkor mindenkit, így Alcatraznak a csatornáján, és igazából szeretném közölni veletek azt, hogy a CRPG-nek a sikeressége az bármilyen nagyképűségnek hangzik, de az én javamon száradt, mert eleinte felkeresett, ugyebár amikor én megnyitottam a Hungry and Life RPG-t, az SAM szerver volt, mikor megkaptam az első Los Santos Roleplay módját, ami egy angol mód. Én azt a módot fogtam és lemagyarosítottam. Ez a mód volt Magyarország legelső RPG szervere. És itt ez a Shifty Marvel és Tamási Gábor ezt ugyebár meglátták ezt a szervert. Ugyebár voltak róla videók YouTube-on, feljöttek a szerverre, szétnéztek, stb. Akkor kaptam ilyen e-maileket, hogy nem vehetnénk fel a kapcsolatot. Ez ugyebár Shifty-től volt. Teljesen mindegy, Tamásit sem kell féltsük. Na, akkor mondanám tovább. Aztán megnyitottam a Konfederáció RPG-t. Azt szerintem nagyon sokan ismeritek a Champ életből, mert az is egy elég sikeres szerver volt. Aztán kaptam egy olyan ajánlatot, mert a Konfederáció RPG az nem arról szólt, hogy én most lehúzom a playereket, hogy most én akár egy 11-12 éves gyerektől elvegyek 1-200 forintot, vagy akár 1000 vagy 2000 forintot, azért, hogy most őnek legyen valami a szerveren. Nem, ez arról szólt, hogy legyen egy normális RPG-s közösség, és legyen egy normális olyan szerver, ahol egy olyan csapatot ki tudunk alakítani, ahol el vagyunk. Na, ez így indult ez az egész. Aztán megismerkedtem Tamási Gáborral és Shifty Mardell-el. Azért mondom, hogy Shifty Mardell, mert nagyon sokan így ismeritek. Ők voltak a CRPG tulajok. Én átmentem hozzájuk, mint scripter, mint vezérscripter. Lefordítottam a Good Father módját Lewis Rollival. Azt is nagyon sokan ismeritek. Lewis Rolly lefordította ezt az egészet. Aztán én elkezdtem a scriptelni. Ugyebár Lewis Rolly is eléggé át lett baszva az egészbe, mert aztán le lett nyúlva a mód. Teljesen mindegy, ezt a tővele megcsinálták, aztán következtem én. Mikor rám került a sor, akkor nekem volt ígérve az, hogy tegyük fel, most nem akarok pénzekről beszélni, mert nem tudom, hogy mennyire szabad, vagy mennyire nem. Szerintem nyugodtan beszélgessünk a pénzösszegekről, és ezért az is nagy pofátlanság. Jó, teljesen mindegy, 70.000 forintot ígértek. Első hónapban megkaptam azt a 70.000 forintot. Aztán a következő hónapban én láttam az SMS rendszert, láttam azt, hogy mennyi utalások jöttek be, mennyi pénzt gyűjtöttek be, mennyi pénz jött össze összesen egy hónapban, és simán fedezte volna az én munkámat. A lényeg az, hogy az a pénz, amit ők megkerestek, az nem az ők jó voltából volt, hanem azért, mert amiért én dolgoztam. Aztán mindig egyre kevesebbet kaptam meg. Nem akarok a pénzemért sírni, nem akarok a pénzemért szaladni, semmi ilyesmi. Félreértés ne essék. A lényeg az, hogy én sokat, vagyis nagyon-nagyon-nagyon nagyot csalódtam az egész CRPG csapatba. Voltak nagyon sok olyan emberek, akikkel megismerkedtem, és ők is ott hagyták, és a legcsúnyább dolog az volt, mikor én megcsináltam a CRPG-t CMD-be, átírtam az egészet, ez körülbelül 2 hónapomba telt. Én ezt kiadtam a kezemből. És mikor kiadtam ezt a kezemből, ez visszakerült Tamásékhoz. Akkor itt volt egy ilyen kis probléma, hogy ketté állt az egész csapat, hogy Shifty meg Tamási külön mentek. Aztán úgy gondolta Tamási, hogy nélkülem az egész menni fog. Ment is valameddig, míg a mód el nem avult, nem voltak fejlesztések, ilyesmi. Akkor volt egy olyan leállás, hogy mikor lement a player szám egy olyan 30-ra. Onnastól kezdve senki nem ment fel. Akkor visszamentem a CRPG-re, ismét elkezdtem a hülye fejemmel scriptelni, ismét elkezdtem
segíteni rajtuk, és csináltuk, akkor ismét visszaállt ez a player szám. Aztán én úgy gondoltam, hogy mivel a CRPG módja, ez a Goodfather mód engem, meg Lewis Rollit illet, mivel a legtöbbet mi ketten foglalkoztunk az egésszel, így úgy gondoltam, hogy nyitok egy szervert, nem CRPG néven, hanem más néven. Teljesen mindegy. Ezt a módot én mikor megírtam, akkor felkeresett egy srác, aki ismert engem, mikor a CRPG-nél voltam. És mondta nekem, hogy megkérdezte, hogy mennyivel tartozik nekem a CRPG-nek az admin tímje, vagy egy ilyen tulajdonosi körből, bárki, Tamási, vagy akárki, teljesen mindegy, hogy most hova ment be a pénz, hogy osztották széjjel, mind osztották széjjel, nekem tartoztak, meg tartoznak, de nem érdekel, mert nem kell kifizessék, mert leszarom az egészet. A lényeg az, hogy én ezt a módot aztán kiadtam egy olyan gyereknek, aki fizetett érte, nagyjából a felét azzal, amivel én mínuszban voltam. Azt kifizette nekem, az is nagyon sokat jelentett. Aztán jött ez a Rise RPG. Rise RPG, mikor megkapta az én módomat, onnastól kezdve kerestek egy olyan scriptert, aki naponta hozzám jött Facebookon kérdezgetni, hogy most ezt mibe írtad, ezt hogy írtad, mint csináltad, hogy csináltad, hogy mégis tudja azt, hogy melyik sort hol keresse, hogyha valami hibát talál benne. Na, én segítettem neki. Ez mind azért volt, mert ők szemetek voltak hozzám. Aztán azt az embert, akivel én kibaszottul jó voltam, azt az embert ők lefizették. Így átment hozzájuk szkriptelni. Az az ember átbaszott engem, akivel több éve nagyon-nagyon jó barátságban voltam, vagy haverságban, nem tudom, barátságnak nem nevezni. A lényeg az, hogy ott volt, megkapta a módomat, kiadta Tamásiknak a hátam mögött. Megcsinálták ezt az egész módot, az egész kialakult azzal, hogy most Tamási elérte azt 2 hónappal ezelőtt, hogy fel tudja tenni azt a Facebookra, hogy ismét 100 ember. Csak most már megint ott tartanak, hogy 30-40 player van a szerveren. De miért? Mert nincsenek fejlesztések. Miért nincsenek? Azért, mert se a CMD szkripteléseket nem tudják követni, se semmit, mert kurvára az összes szkripter, mindenki úgy alakította ki ezt az egészet, hogy egy ilyen 20.000 soros módot, vagy 20.000 soros szkriptet megírtak 60-70.000 sorosra. Az egész egy lag lett, ami tiszta lagos lett az egész szervel. De ezt szerintem ti is észrevettétek. És szerintem ti is nagyon, nagyon sokan ismertek, hogy én akárhányszor felmentem a szerverrel, mikor játszottunk, vagy akármi, mikor volt egy kis szabadidőm, és nem foglalkoztam a scriptléssel. Nem tudom, hogy Hector Elgadó, vagy Hekike, szerintem nagyon sokan ismertek, és én mindig próbáltam rajtok segíteni, mindig próbáltam kialakítani. Nem arról volt szó, nekem nem arról szólt, hogy most így pénz, új pénz, EP, nem EP, ez meg az. Én nem azt szerettem, hogy 10 pár éves gyerekektől lehúzzam a pénzt. Persze, nekik is ki kell fizetni azt, hogy most ők fenntartsák a szervert, mert miattatok csinálták. Ez eddig rendben van. Csak akkor kérdezem én, hogy miért én lettem a szar szemét, meg miért én lettem az ember, aki lehúzva érzi magát. És akkor most ezt kérdezném, hogyha már most így más nem tud kérdést feltenni, csak Alcatraz vagy Dominik, akkor most kérdezem én, hogy ti szerintetek jól vélekedek erről az egészről, vagy sem? Hát én úgy vagyok vele, hogy én hát sokkal durvábban kiakadtam volna. Én még lehet, hogy útról is tereltem volna a témát. Meg végül is egy szóbeli megegyezés is felér egy úgymond üzlettel, tehát az, hogy nem fizettek ki, engem csak ez zavar a legjobban, meg az, hogy lenyúlták a hátad mögött a módokat. Tehát a lopás az egy undorító dolog és büntetendő. Tehát nem is tudom, hogy mit szövege ez a témához. Annyira nem vagyok otthon ebben a sampos témában, de abban igen, hogy azért ilyen módon lehúzni valakit, és ilyen módon ellopni másnak a munkáját, meg másnak az erőfeszítéseit, ez pofátlanság, ez kevés szó rá. Ez kevés. Dominik, szerinted most ez mit fűzni hozzá? Szerintem én majdnem ugyanazt tudném mondani.
hogy ez nagyon egy gerinctelen féreg volt, aki ezt művelte, mert ugye azért nagyobb pénzről is beszélünk, meg azért olyan módokat nyúltak be, amit nem egy nap alatt csináltál meg, hanem több hónap alatt, amivel komolyan dolgoztál. Igen, és ez és ehhez még azt szeretném hozzáfűzni, hogy még volt egy ilyen megjegyzése Tamási Gábornak, még ezek után, hogy felejtsük el ezt az egészet, ami történt. Most ő szeretne indítani egy projektet, ezt írta nekem 2018. 22-én, ezt majd látni fogjátok a képekben, hogy nehogy azt mondjátok, hogy én kitaláltam az egészet, majd szerintem ott bal oldalt, vagy valahol jobb oldalt, nem tudom pontosan, hogy hova fogja tenni Alcatraz, teljesen mindegy, középre, be fogja tűzni ezt a képet, amit majd le fogok most printelni, és el fogom küldeni, hogy lássatok azt, hogy még ezek után mennyire pofátlan módon próbált ismét lehúzni. 2015. 8. 22-én 22 óra 8 perckor rám ért azzal vagyis az volt a kérdése, hogy hogy lenne egy üzleti ajánlata, és hogy szeretnék-e csatlakozni. Én megkérdeztem tőle, hogy mi az üzleti ajánlat, és azt mondta nekem, hogy szeretne nyitni egy GTA szervert, csak így ért a GTA szervert, ami nem 100 playeres valami lesz. Ezt írta. Holott szerintem már, amikor egy 100 playeres valamit, amit az ő szavaiból kivéve, egy 100 playeres valamit valaki elér, az már kurva jó. Szerintem. Mert ott már 100 player örül annak, hogy most ő feljöhet és játszott a szerveren. Teljesen mindegy. Ő ettől többet akar. Kérdeztem tőle, hogy mondom, mi az, amiben még mindig tudnék segíteni. Kérdeztem tőle, hogy Sampogy MT-je azt írta, nekem, hogy nekem ebben nincsen kockázat, de ezt majd át fogják tudni olvasni. És írt nekem, hogy MTA. Mondom, még egyszer, 2015. 8. 22-én 22 óra pár perckor beszéltünk erről. Most van 2016. 2. 3-a. Már ezt a videót most 2. 3-án készítettük. És ide kommentbe írjátok már le nekünk azt, hogy Tamásinak mikor volt MTA szerve? Nem segítettem rajta, ő azt mondta nekem, hogy 20k-t küldjek neki PayPal-on vagy bankkártyán, hogy meg tudja csinálni ezt a projektet. 2015, hát körülbelül 9 hónap telt el, nem is, bocsánat, 10 hónap telt el a közt, hogy ő azt mondta, hogy MTA szervert fog csinálni. És hol van neki az MTA szerve? De ő utána azt írta nekem, hogy megoldódott a problémája, akkor most én hogy érezzem meg én magamat? Nincs MTA szerver, nincs semmiféle biznisze, nincsen semmiféle olyan projekt, amiben belevágott, és mégis kért tőlem 20 000 forintot. Akkor én most kifizettem volna neki, akkor ezt most megint nyeltem volna le. Vagy most javítsatok ki, hogyha ez nem így van. Alcatraz vagy Dominik? Hát lehúzásról szerintem ez kibaszás. De mi az, amit én átadtam? Most figyeljetek, most te csinálsz valamit. Én segítek rajtad. És te szarba se nézel. Én adok még neked még egy esélyt, még egy esélyt, még egy esélyt. És még aztán még jobban belém szorul, de kés is még meg is forgatod bennem. Ez most körülbelül az lenne? Hát kb. De ez durvább attal. Az nagyon durva helyzet egyébként. Én már nem szívesen keveredném bele. Akkor ez most körülbelül arról szólt, hogy még jobban belétszúrjuk a kés, és még jobban megforgatjuk. Hát figyeld, ehhez pofa kell, ezt nem mindenki csinálna meg szerintem. Ez hát, nagyon durva. Nem, én lényegében ennyit szerettem volna elmondani, ezt szerettem volna, hogy tudjátok, hogy én szívemet, lelkemet, erőmet, mindenemet beleadtam abba, hogy egy jó csapat, egy jó közösség kialakuljon, és tudjunk játszani, vagy tudjatok játszani egy olyan csapatba, ahol igazából megéri játszani, csak aztán én voltam az, akire lettem húzva, és Tamás meg Shifty volt az, aki sikeres volt. Az én munkám miatt. És ez az egy bánt. És meg az bántott eddig, hogy ti ezt nem tudtátok. De hála Istennek, köszönettel Alcatraznak, köszönöm szépen, hogy megcsinálta ezt a videót, és több száz, több ezer ember fogja ezt látni. És azt kérném,
hogy ezt a videót osszátok meg, hogyha együtt éreztek velem, mindenkinek, hogy mindenhova eljusson, a negatív kommenteket és a negatív véleményeket elfogadom teljes mértékben, aki úgy gondolja, hogy rosszul vélekedek, aki úgy gondolja, hogy nem cselekedtem helyesen, akkor azt is elfogadom, mindenkinek saját maga döntése, nem akarok senkin élősködni, nem akarok senkin úgymond nem akarom azt, hogy most ezt sajnáljon, azt sajnáljon, amaz sajnáljon, nem érdekel. Mindenki eldönti saját magába, hogy vélekedik rólam. Aki ismer, az tudja, hogy milyen vagyok, ez az egyik. A másikban az, hogy innestől kezdve engem már az egész hidegen fog hagyni, csak annyi a lényeg, hogy ti tudjátok ezt az egészet. Na hát igen. Szóval hát nem tudom, szerintem fűzzétek hozzá a kommenteket, esetleg negatívokat is, ezt is elfogadjuk. Annyi a lényeg, hogy hát szerintem van benne sok igazság. Most hallottam el igazából ezt az ügyet, de nagyon durva egyébként. Úgy tényleg annyira nem vagyok otthon a Somba, de gondoltam, hogy ha már jobb vagyok Hektorral, akkor már mindenféleképpen közlöm veletek, közli általam nektek ezt a témát. Ti is tudjátok, hogy miről is van szó. Szóval hát ennyit akartunk volna. Várom a kommenteket, esetleg tényleg osszátok meg, hogy tudják meg minél többen a dolgot, mert az ilyen dolog az nyilvánosságra kell, hogy kerüljön, és én ebben fogok segítséget nyújtani. Szóval, hát köszönöm szépen a figyelmet, én Alcatraz voltam, sziasztok! Még annyit szeretnék hozzáfűzni, megállítottad? Nem. Bocsi, még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha még ti szeretnétek olyan videókat, amiben Alcatraz szóval beszélgetünk, és kérdéseket szeretnétek feltenni, nyugodtan tegyetek fel kérdéseket, minden kérdésre választok. Szóval ezt Alcatraz felé jelezzétek, Alcatraz szólni fog nekem, bármilyen kérdést feltesztek, bármire fogok válaszolni. Teljesen negatívumok, pozitívumok, minden egyes kérdésre válaszolni fogok. Bárkinek. Akármilyen kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és végignéztétek ezt a videót, és amennyiben szerintetek helyesen döntöttem, hogy én ezt a videót megcsináltam Alcatraz-szal, akkor légy szíves, ne nyomjatok egy lájkot, vagy mit tudom én, iratkozzatok fel, vagy mit, nem tudom, ilyenkor mit szoktak mondani. De a lényeg az, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!